Kis Judit Ágnes, Babaróka kertje, szánkózás. Babaróka nagyon várta a telet. Nem azt a hideg, nyírkos, latyakos telet, ami az előző volt, hanem a hatalmas pelyhekben hulló havat, a szikrázó fehérséget, amiről Mama Róka mesélt tavaly előttről. Amire akár ő is emlékezhetett volna, ha nem lett volna még akkor olyan kicsi. Apa megígérte neki, hogy ha igazán nagy havazás lesz, elviszi szánkózni. Nem csak olyan szánkózás lesz, hogy apa húzza maga után, mint a kicsiket szokták, hanem igazi dombról leszáguldós. Mama Róka pedig azt ígérte meg, hogy addig nem lesz vége a télnek, még nem hullik egy adag szánkózásra alkalmas hó. Amikor már olyan enyhe lett az idő, hogy a kölyökörző fáig kirügyeztek, váratlanul hatalmas hózápor csapott le. Ez az! Újjongott Baba Róka. Ahogy az anyukám mondta, lesz itt még hó, meg szánkózás! Szerencsére a hideg kitartott a hétvégéig. Nem olvadt el a hó, így apa be tudta tartani az ígéretét, hogy kimennek a nagy dombra szánkózni. Baba Róka ragaszkodott hozzá, hogy kis cicát is vigyék magukkal. Úgyhogy velük tartott nagy cica, és kis cica apukája a hírhet csatakandúr is. Mert nem merték szülői felügyelet nélkül elengedni a kölyküket. A nagy domb puha fehérségbe burkolózva várta őket. Elnyelt minden zajt, csak néha csikordult meg a talpuk alatt a hó. A szánkó némán siklott mögöttük. Először apa ült fel, az ölébe vette Baba Rókát. Jaj, nem fogtok felborulni? Sápítozott Mama Róka. Nagyon vigyázz rá! Apa vigyázott. Óvatosan csúsztak le a lankás domboldalon. Mikor leértek, Baba Róka felkiáltott. Ez csodás volt! Kis cica, próbáld ki te is! Kis cica is az apukája ölébe mászott, és szép lassan lesiklottak a domboldalon. Amikor visszakecmeregtek, Baba Róka ellentmondást nem tűrő hangon szólt Mama Rókára. Most veled akarok menni! Mama Róka végig sikítozta az első lecsúszást, de odalenn már nevetett, úgy élvezte. Még azt is elérte, hogy a meredekebb domboldalon is lemerészkedjenek, és természetesen ő volt, aki először egyedül kipróbálta, nem veszélyese. Még a buckákon is átugratott. Kis cica és Baba Róka végül annyira felbátorodtak, hogy kis cica kunyerálni kezdett. Most hadd menjünk le csak mi ketten, Baba Róka és én. Szó sem lehet róla, tiltakozott nagy cica, és fázósan összehúzta magát a csíkos bundájában. Amúgy is ideje hazamenni, egészen átfagytam. De kérlek, de nagyon, könyörgött tovább kis cica. Az apukája, a hírhet csatakandúr végül legyintett. Nem bánom, olyan nagy bajuk csak nem történhet ebben a puha hóban. Sehol egy fa, aminek neki mehetnének. Baba Róka felült a szánkóra a kis cica mögé. Ellökték magukat, és már siklottak is lefelé, egyre gyorsabban. A kicsi lábukkal nem tudtak olyan erősen fékezni, mint a felnőttek. Hirtelen egy bucka jött szembe. Feldobta a szánkót, és hopp, már le is borultak róla mindketten. A szüleik rémülten szaladtak utánuk, le a domb aljára. De kis cica és Baba Róka csak feküdtek, hanyatt elterülve a puha hóban, és hangosan nevettek. Fel sem tudtak kelni, olyan nagyon hahotáztak. Apa elégelte meg a viháncolásukat. Keljetek csak fel onnan, átfogázni a bundátok, aztán ha betegek lesztek, nem mehettek a kölyökörzőbe. Hogy fogtok akkor együtt játszani? Baba Róka feltápászkodott, felhúzta kis cicát is, aki még mindig alig bírt moccanni a nevetéstől. Bizony, csuromvizesek voltak mindketten. Akkor már a hírhet csatakandúr is összeráncolta a szemöldökét.
Irány haza mindenki, mielőtt tényleg megfáztok. Kis Cica és Babaróka visszakászálódtak a szánkóra, a csatakandúr és apa húzni kezdték. Mama Róka meg Nagy Cica tolták. Olyan gyorsan száguldottak a völgyben is, mint az előbb a hegyoldalról lefelé. Mire hazaértek, már csak ugyan kihűlt kezük lábuk, átfagytak egészen. Összebújva diderektek a szánkón. Mama Róka mohás málna teát főzött nekik. Meleg fürdőt készített. Aztán bolyhos, száraz törülközővel áttörölgette mindkettőjüket, és száraz ruhákat készített össze kis cicának. Jobb, ha mindnyájan itt alusztok, javasolta. Még csak az kéne, hogy megfázzatok hazáig. Köszönjük szépen, de szó sem lehet róla, tiltakozott Nagy Cica. Szeretnék a saját ágyamban ébredni reggel. Jó éjszakát! És már terelte is ki a családját az ajtón. Kis Cica az apukája karjából integetett, de már félálomban. Baba Róka is olyan fáradt volt a sok mozgástól, hogy mire Mama Róka végigolvasta a mesét, már ő is mélyen aludt.